azt az átalakulást, amit a alkotás közben az ember kap, vagy érez, az bizony egy nagyon jelentős dolog. Nem festem a Balatont, mint sokan mások. Engem nem arra inspirál, engem egész másra inspirál a Balaton. A legjobb tankönyv, ami abban az időben számomra volt, akkoriban jelent meg, lehet, hogy nem az első kiadás volt, a Leonardónak a Trattato della Pittura című könyve. Ami egy kivonatos könyv volt, megvan a mai napig. Azt hát én nem tudom, vagy százszor elolvastam át oda-vissza, amit lehet, rengeteget tanultam belőle. Tehát az volt az én igazi iskolám, ez a könyv, a Leonardónak ez a könyve, a festészetről, a látásról, a szemléletről, minden az egész dologról. Aztán párhuzamosan ezzel, ugye mivel engem a zene mindig érdekelt, elég gyorsan találkoztam olyan emberekkel, akikkel zenekart csináltunk. Szájharmonika. És aztán kitaláltam egy olyan technikát, ami nagyon érdekes volt, csak nagyon veszélyes is volt, az, hogy a képeimet elkezdtem maratni. Szóval azért el kell képzelni azt, hogy amikor egy vászonra több kép készül, és aztán azokat ilyen finom rétegekbe vissza lehetett hozni, olyan, mint amikor színes üvegeket rakunk egymásra, és abból így-úgy kihúzkodunk más-más üveget, és más-más képek jönnek elő. Ez foglalkoztatott. Én ezt élvezem. Egész egyszerűen ezt szeretem. Ilyen egyszerű. Ezt élvezem. Ha összemaszatolnám a vásznat, vagy valami konstruktívista őrületet csinálni, hát tutira nem élvezem. Nekem a képzőművészet az így nem jelent semmit. Engem az jelent, hogyha dolgozom, megoldom, megcsinálom a magam ízlése szerint, problémázok rajta, küzdök ezzel. Nekem ez a művészet. Végre. 2 évvel ezelőtt megnézhettem Filip Sándor kiállítását Székesfehérváron. Akkor láthattam végre egy festőt, aki él és fiatal, és itt él Magyarországon, végre mester és végre művész, és festészete mindent tud. Úgyhogy kellett egy demarkációs vonalat húzom, mert ennél nem tovább terjedett semmi a stúdió maga, úgyhogy aztán így is lett egyik fele képzőművészet, másik fele zene, és időnként ezek így találkoznak bennem.